Kedves nézőink, én kipróbálhattam az FKF ZRT-nél egy kukás autót, de igazából a szívem fájt, ugyanis én olyan kukás autót akartam kipróbálni, amit minden nap láthatok az utakon, és végre egy ilyenbe is belejönhetek. Mellettem Fülöp Attila, aki segíteni fog megismerni ezt az autót. Attila, te ezzel az autóval szoktál menni, vagy? Igen, legfőképpen ezzel az autóval. Azt látom, hogy itt végen láthatod, hogy ülés sor van, tehát ilyenkor a kezelő, vagy hogy hívják? Hát, rakodók. Rakodóknak is itt van a hely. Pontosan milyen autó ez? Ez egy Mercedes-Benz, Econic 26-29-es típus számú. Ami nagyon fontos, egy kifejezetten városi közlekedésre kialakított alacsony fülkeépítés. Igen, azt láttam, nagyon könnyű beszállni. Igen. Az, hogy Econic, az mit jelent? Tehát ilyen valami környezetben, látom, hogy BluTech fejlesztés. BluTech, igen, az már egy újabb fejlesztés. Tehát Euro 4-es, 5-ös? Euro 4-es, igen. És a BluTech ugye ez az Euro. Igen, adalékolt üzemanyagon. És a múltkori, amit vezettem, azért nagyon pici volt, ez viszont hatalmas doboz van, ez mekkora szemetet, vagy mennyi szemetet van, 24 köbméterről beszélt csinél? 20,9 köbméter, de hát az nyilván tömörít kerül ütésre, úgyhogy ez, hát az a köbméterbe számolva, az körülbelül egy olyan 60 köbméter. És ezzel bármilyen kukát fel tudtok szedni? Így van, igen. Ezzel kicsitől nagyik bármit, és akkor utána összetömörít, és azt láttam, utána egy prezentáltatok, hogy így szét tudja magát, nélkül úgy ürítja magát. Igen, igen. A vezetéséről mit kell nekem tudni? A vezetése szintén kifejezetten egy városi teherautónak mondható, automata váltós. Ja, hogy ezek a gombok, ezek a jelenlények, tehát hogy merre szeretnék menni. És egy teljesen tulajdonképpen csak a gombokat kell nyomogatni. Ez tolatókamera? Tolatókamera is benne szerelve. Nagyon jó. Akkor ahhoz, hogy el tudjak indulni, meg szoktuk nyomni a fékek, igen, és akkor... Meg kell nyomni simán, hogy... Így van, igen, igen. És akkor itt van a kéz. Ez a 61, az itt. Ez azt jelenti, hogy 6 fokozatunk van. És abban és abban most az egyesben vagyunk. Kiengedem a kézüféket, és elvileg felengedem a féket, akkor szépen. Hát nagyon tetszett, hogy itt a kormányt is magam lehetett. Így van, teljesen a dolgozó kényelmét szolgálja. Egyébként kicsit olyan belülről most így menni, hogy egy busz vezetnék, nem? Ez a hatalmas szélvédő. Ugye maga az az ajtó, a jobb oldali ajtó, semmit egy busznak a bejárata. Ami a vezetésnél még nagyon fontos, hogy a középső tengely is fordul. Tehát arra figyelni kell, mert nagyon könnyű a patkát elkopni vele. Aha. Ez ugye segíti a vezetést, tehát erre figyelni kell. És akkor mikor vált fel? Hát, ha egy kicsit kövérebbek tomsz, akkor majd bátrabb lesz. De jó, és milyen sejmesen vált? Igen. Kb. Mekkora teljesítményre beszélünk? Ezek van 280 lóerős motor, 6 hengeres. Ugye ez a városi elhasználáshoz pont sok. Igen, igen. Tehát amikor azért megvan rakva, 100 már a szemétel, akkor azért kell. És mennyit teszik egy ilyen egyébként? Mikor a munkával. Tehát az araszolás, nem tudjuk, hogy egy személyautó. Hát ez igazából van egy gyári norma nekünk megadva, ami 25 liter, de ez nagyon változó, tehát hogyha ha nagyon keveset megyünk vele és sokat szedjük a szemetet, akkor a 100 km-en a 100-ot is elfogyaszt, ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk 20 km-re tankolunk 20 liter gázolaj. De akkor közben felszedtünk 300 máros szemetet, ami azért nagyon sok. Igen. Ha mondjuk egy autó többet megy, üres járatban, egy ürítőhelyre mondjuk, akkor lényegesen kevesebb a fogyasztás. Már próbáltam látni, hogy jó néhány ilyen munkagépet, kókontrolltól kell szemlíteni, és mindegyiket annyira kényelmes, hogy jól vezetni, hát hogy némi egy személyautó. Igen. Hogy maga ez, hogy ahogy a légrugós az ülés, az, hogy tényleg a kormány teljesen kézbe esik, vajpuhán vált, tehát hogy nagyon meglepő ez. Tényleg az ember el tudná képzelni, hogy elmenjen vele 300 km-t. Hát valójában. Gondolom ez kisfélyen meg is fordul. Igen, kisfélyen meg is fordul. 19 méter egyébként a fordulási kör átmérő. Igen, ez azért nagyon sikerült a fordul. Hát igen, ez egy kicsit nagyon fordul. Vannak olyan autók, amiknek a hátsó tengelyen fordul, nem a középső. Azokban lehet igazán. És akkor itt most, ha megnyom az ért, akkor megy a hátra, ugye? De jó. Egyébként ez a tükrünk, ez egy állam. Azért nagyjából mindent látok az autóból. Hát lényegében mindent. Ugye, amit nem látok, annak ott a tavatokban. Igen. Érdekes, hogy ezeket a szép különbségeket is olyan szépen kirúgózza. Igen, igen. Hát ez abból is adódik, hogy mind a három tengelyen levegőt vannak.
fék egyébként jobb, mint ahogy vezettem másiknak. Ez ilyen nagyon hirtelen áll meg. Ezt szépen